Folytatjuk jamborénkat itt a pályaválasztási kiállításon Szekszárdon a Babics központban. Mostani állomásunk pedig a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium. Ennek az intézménynek a bemutatásában pedig Simonné Szerdai Zsuzsanna lesz a segítségünkre. Jó napot kívánok, én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát mi is a Csapó Dániel középiskola, mit is kell rólunk tudni? Mi az Agrárminisztérium fenntartásában működünk, Dunántúli Agrár Szakképző Központ, Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola és kollégiuma. Szép hosszú nevünk, de hát csak Csapó Dániel középiskolaként ismerik, azt gondolom, itt Tolnamegyében a diákok. A 2019-20-as tanévben mezőgazdasági szakgimnáziumi képzések mellett fogunk indítani rendészeti ágazatban is szakgimnáziumi képzést, a mezőgazdaság esetében a mezőgazdasági technikus kimenetet, illetve az állategészségügyi technikus kimenetet választhatják a hozzánk érkező diákok. A szakközépiskola, ugye ez most már azt gondolom a köztudatban is él, és mindenki tudja, ez a 3 éves, a régi szakmunkás, de tulajdonképpen ugye most szakközépiskola néven fut, ott pedig a következőket kínáljuk: pék, húsipari termékgyártó, gazda, teipari szakmunkás, állattartó szakmunkás, és nem véletlenül hagytam a végére a pék cukrász képzést, aminek nagyon örülünk, hogy szeptembertől iskolánk a pék képzés mellett a pék cukrászt is tudja indítani. Ez azért is fontos, azt gondolom, mert itt tulajdonképpen az alatt, a 3 év alatt a hozzánk érkező diákok két szakmát is kaphatnak, a pék, illetve a cukrász szakképesítéseket sajátíthatják el itt a gyereket nálunk. És hát ugye az iskolátok az utóbbi években nagyon sok pályázatot megnyert, illetve támogatást kapott, és ennek kapcsán pedig hatalmas gépparkkal rendelkeztek, és olyan innovatív eljárásokat is meg tudtok mutatni és megtanítani a gyerekeknek, amire máshol nincs lehetőség. Hát igen, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy egyrészt az Agrárminisztérium saját forrásából 2 évvel ezelőtt igen jelentős gépberuházásokat valósítottunk meg, majd 70 millió forint értékben, de emellett hál' Istennek nagyon sok energetikai beruházást is, amelynek eredményeként például a kollégiumunk teljesen meg tudott újulni, kívül is, illetve hát most már elmondhatjuk, hogy belül a szobák is 2-3 ágyasok külön fürdőszobával ellátottak. Én azt gondolom, hogy ez most már maximálisan ki tudja elégíteni a hozzánk érkező diákok igényeit. És hát azt hiszem, hogy a nyári ösztöndíj gyakorlatok, programok is nagyon hívogatóak. Az ösztöndíj programok, ugye a szabóki ösztöndíj az hiány szakmák esetében, az azt gondolom, hogy az minden intézményben, természetesen nálunk is működik, és ezen túlmenően pedig próbáljuk úgy támogatni a diákokat, hogy van egy Csapó Dániel alapítványunk, és a hátrányos helyzetű diákoknak a tanulmányait segítjük, illetve az ő tehetséggondozásukban nyújtunk számukra segítséget.